Csillogó szemekkel mosolyogva énekeltek a gyerekek a felújított óvoda átadó ünnepségén Kocsolán. Az épület korszerűsítésére már nagy szükség volt, az ehhez szükséges pénzt az önkormányzat pályázati forrásból nyerte el. Az ünnepségen részt vett a Tolna megyei közgyűlés elnöke, alelnöke és Potápi Árpád János államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is. Egy újabb átadáson vehetünk részt most Kocsolán. 40 millió forintból újították fel az óvoda épületét. 2 csoportszobát lehetett ebből a pénzből modern módon megcsinálni, illetve a tornaszobát. Alakították ki, megújultak a mosdók, a gyerekeknek a mosdói, úgyhogy tényleg azt mondhatjuk, hogy egy 21. századi nagyon szép óvodába járhatnak itt Kocsolán is most már a gyerekek. A kormány célja a népesség csökkenés megállítása. Ennek egyik lépcsőfoka a modern, jól felszerelt óvodák kialakítása. Ennek örülünk, hogy az utóbbi időben nagyon sok gyermek született, a megyének szüksége is van erre. Szeretnénk, hogyha megállna a népességfogyás Tolna megyében és szerte az országban, a Kárpát-medencében is. Teszünk is érte. Biztatjuk a szülőket, azáltal is, hogy ilyen létesítmények épülnek. A település útburkolatainak állapota jelentősen megromlott, ezek helyreállítása szintén pályázati támogatásból fog megvalósulni, és egy új játszótér is elkészül még tavasztal, az óvoda udvarában.